Két ilyen projekt fut most párhuzamosan, amelynek a keretében a viskirendelőt átadjuk, az az egyes számú projekt. Ennek a támogatási kerete több mint 247 millió forint, és hát az egyik legnagyobb objektuma a Viski családorvosi rendelő. Ez az épület több mint 365 négyzetméteres, kétszintes és 25 helyiség található benne. Itt végeztük el a felújításukat, illetve ennek az átadásán vagyunk most. A projekt megvalósítása jól halad. Az egyes projektben nekünk 27 családorvosi rendelő kerül felújításra. Ebben már gyakorlatilag 25-tel készen vagyunk, tehát most már csak az átadások vannak hátra, és vagy kettő maradt még, ahol most kezdjük meg a munkát. Nem mindenhol egyformán rossz állapotok uralkodtak, de bizony én kiemelném a nagyszőlősi járás kis falvait. A legtöbb rendelő ebből a járásból került be a projektbe. A két projektben összesen a nagyszőlősi járásban 15 családorvosi rendelőt újítunk fel, de ott siralmas állapotok uralkodtak. Tehát a falvakban gyakorlatilag semmilyen körülményeknek, vagy semmilyen követelményeknek nem feleltek meg ezek a családorvosi rendelők. A legtöbb helyen semmilyen illemhellyel nem rendelkeztek, tehát ezt is ki kellett alakítani, és vízvezeték nincs sok helyen, tehát vízellátás sincs, fűtés nem működik rendesen, tehát nagyon-nagyon sok felújítást kellett végezni. A projektek mindkettő egyébként 2019. december 31-én zárul, és január 20-ig kell benyújtanunk az elszámolásokat. A Bethlen Gábor alaphoz 27 van az egyes projektben jelenleg, és 13 a kettesben, tehát összességében 40 családorvosi rendelő kerül felújításra évvégéig. Az a helyzet, hogy a téli időszakban nem mindenütt tudták megoldani azt, hogy átköltöztessék, tehát fűtött helyiséget biztosítsanak a rendelőnek, hogy felújításokat lehessen végezni. A téli időszakban lassabban ment a munka, és most tavasszal indult be újra gőzerővel a feladatok megvalósítása. Fontosnak tartom jelentőségében azt, hogy mi helyi vállalkozókkal valósítjuk meg ezeket a projekteket, tehát munkát biztosítunk sok embernek, ugyanakkor, és ezek a helyi vállalkozók pedig itt helyben adóznak, és így mindenki jól jár, gondolom. Mindenki csak hasznát látja a projekteknek. Mint ahogy itt Visken is, de más településeken is van, úgyhogy a családorvosi rendelő az nem csak az adott falunak a lakosságát szolgálja ki és látja el, hanem környező falvakét is, és ezek között vannak ukrán falvak is. Ennél fogva nem csak a magyar közösség látja hasznát, hanem az ukrán közösség is ugyanúgy haszonélvezője a megvalósult projekteknek.